2017-ben a Jó kis hely és biztos kezdett gyerekházak települési komplex gyerekprogramok nevet viselő EFOP-os pályázat keretében 82 darab új biztos kezdett gyerekház létesítésére került sor, mintegy 3,2 milliárd forintból. Az intézmények célcsoportja 3 év alatti gyermeket nevelő családok és a várandós kismamák. A létrejött biztos kezdett gyerekházak részére 2022-ben pályázatot hirdetett a belügyminisztérium, így 407 millió 300 ezer forint többletforrás áll rendelkezésükre. Nagy segítség ez a településünkön már több éve működő biztos kezdett gyerekháznak is. Minden nagyrábbé gyerek, aki 3 év alatti, igénybeheti a szolgáltatásainkat. Elsősorban nyilván azok, akiknek a szociális háttere ezt indokolja, de senkitől sem zárkózzunk el, hogyha úgy igényli, hogy közösségbe szeretne csatlakozni. Jelen pillanatban 9 családból 10 gyerek tagja a közösségünknek. A 10 főre kaptunk a kormánytól engedélyt, tehát ezt szeretnénk is tartani. Volt már, amikor több volt, 11-en, 12-en is voltak, most én például 10-en vannak. A tárgyi feltételek azok ugye adott, azok jogszabályban, rendeletekben le vannak írva, ezen túlmenőleg is azért igyekeztünk szebbé, otthonosabbá, barátságosabbá tenni a házat. A személyi feltételekben is a pályázatban finanszírozott 3 főn felül, még egyesületünk 1 főnek fizeti a munkáját. Angerné Viktor Katalin, társadalmi esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár abból az alkalomból érkezett ma hozzánk, hogy bejelentse a magyar kormánynak egy hazai forrású pályázati támogatását, amely kifejezetten a biztos kezdett gyerekházakat célozza meg, azokat, amelyeknek az Európai Uniós projektjük már lejárt, és hogy jogosultak a hazai pályázati forrásra. Nekünk is lejár májusban a programunk, és június 1-től csak ezáltal biztosítható a további működés. Langerné Viktor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár sajtótájékoztatón tájékoztatta a média képviselőit és a megjelenteket a pályázati lehetőségekről. Jelenleg 107 biztos kezdett gyerekház már hazai támogatásból működik az országban. Ez a pályázat újabb 50 biztos kezdett gyerekháznak ad lehetőséget arra, hogy hazai támogatásúvá váljon. Európai Uniós forrásból fejlesztették a szervezetek, önkormányzatok, egyházak, a pályázók ezeket a biztos kezdett gyerekházakat, létrehozták, felújították az épületeket, felvették a szakembereket, és amint itt helyben is nagyon jól látszik, rengeteg gyermeknek, édesanyának adnak segítséget nap mint nap. Annak érdekében, hogy ezek a nap mint nap nyújtott segítségek ne szakadjanak meg, hogy ezek a biztos kezdett gyerekházak olyan finanszírozással rendelkezzenek, amivel tudni fogják, hogy minden nap nyitva lehetnek ezeket az édesanyákat, gyermekeket, éveken keresztül folyamatosan, hosszú távon segíthetik, ezért a kormány úgy döntött, hogy 407 millió 300 ezer forintos keretet szán arra, hogy 50 gyermekházat hazai rendszerbe illesszem. Egy gyermekház 8 millió 100 ezer forintra tud pályázni, de nem csak azt jelenti, hogy pénzt kap, hanem ennél talán még erősebb az, hogy kiszámítható jövőt is kap. A sajtótájékoztatón Tiszai Károly települési polgármestere és Balogh Gyula, a Nagyrábai biztos kezdett gyerekház vezetője is tájékoztatta a megjelenteket a pályázatokról és azok jelentőségéről, fontosságáról. Magyarország kormányának döntési értelmében, ami mindig nagyon fontos és a családokat tekinti talán a legfontosabbnak, a gyermeknevelésben ugye bevezették azt is, hogy kötelező bölcsődei ellátást a kis településeken is. Ugye nálunk sem volt bölcsőde, volt az óvodai ellátás, és mi is úgy döntöttünk, ugye 2017. január 1-től volt, remélem jól emlékszem pontosan, kötelező, hogy mi ezt már 2016. szeptemberében létrehozzuk a bölcsődét, teljesen önerőből kialakított önkormányzatunk az óvoda területén belül egy bölcsődei helyet, és 14 férőhelyen látunk is el bölcsődéskorú gyermekeket. És ez már óriási lehetőség volt a település életében, hiszen az egy hiányzó dolgot pótolt, több szülő el tudott menni dolgozni, illetve hát a gyermekeknek is sok esetben nagyon jó helyet biztosított a családból is kicsit kikerülve. És itt a gyermekház megjelenésével még egy másik hiánypótlás történt, és ez egy óriási előrépés, ahol itt a
látva a kisgyermekeket is az anyukákkal, tehát olyan lehetőséget biztosít számukra, ami a fejlődésüket óriási mértékben tudja segíteni. És hát ugye most volt az első év itt az óvodavezető osztályon, és itt van, ahol már innen ballagó gyermekeket fogadhatott az óvodánk is, és hát ez is teljesen pozitív volt, akik innen kikerültek is a már óvodás koruként. A nagy örömmel láttuk ugye az intézményünkben is. Tehát nagyon fontos és nagyon jelentős egy település életében. Én örülök, hogy ezt Balogh Gyulájék révén sikerült létrehozni. Megpróbálunk mindenben együttműködni. Azt gondolom, hogy nagyon sok családban adott születésekor a gyerekeknek a lehetőség arra, hogy sokra vigyék az életben, boldogok, kiegyensúlyozottak legyenek, de nagyon sok családban hiányzik ez az egy bizonyos szilárd pont. És nehéz megindulni, nehéz elindulni úgy az élet rögös útján, hogyha az alapvető feltételek a szocializációhoz, a közösségi együttéléshez hiányoznak otthon. Nem csak arra gondolok, hogy az alapvető élettani feltételek, hanem az a fajta közösség, az a fajta más kultúra, vagy adott esetben más szövegkörnyezet, amivel sokszor találkoznak a gyerekek, hogy ugye amikor elkezdik akár órában már a program szerinti munkájukat, akkor nyelvileg hátrányosak, és nagyon sok más szociális, szociokulturális szempontból is nehézséggel kell szembenézniük. Mi azt szerettük volna, amikor ezt a programot 2018-ban elindítottuk, hogyha az első szilárd pontot a gyerekeknek megteremtjük. Az első szilárd pont ez esetben azt jelenti, hogy itt nem csak egy második családra talált körünkben, hanem olyan szakemberek segítik a munkájukat adott esetben, a logopédustól kezdve pszichológusok, fejlesztőpedagógusok, amelyet nem biztos, hogy tudnának egyébként a szülők igénybe venni. A megkérdezett szülők riporterünknek elmondták, nagyon elégedettek az intézmény szolgáltatásaival és dolgozóival. A modern, a 21. századnak teljesen megfelelő épületben szinte minden adott a szülők és a gyerekek számára is. Kiskora óta járunk, heti kétszer-háromszor, mikor hogy tudunk jönni. Mi itt úgy vagyunk, mintha hazajönnénk. Főzünk, beszélgetünk, a problémáinkat megbeszéljük, a gyerekek el vannak, mindig sírva mennek haza. Most már rájött, hogy a gyerekekkel jól el van, most már nem fél, úgy jövünk, és most már így legalább majd könnyebben megy óvodába is. Nagyon örülünk neki, hogy ide járhatunk, nagyon szeretünk itt lenni, szinte mint egy igazi család. Bármit meg tudunk beszélni, legyen az bármilyen téma. Szoktunk főzni, játszunk, leülünk beszélgetni, van mikor kérdőívet töltünk ki, teszteljük egymást, tehát rengeteg mindent, abszolút kreatív dolgok vannak itt. Langerné Viktor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár riporterünknek elmondta, több mint 180 biztos kezdett gyerekház működik már az országban, melyeknek a legfontosabb feladata, hogy segítse a hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik életét. Elmondta, mire pályázhatnak a biztos kezdett gyerekházak a közeljövőben. Az elnyert összeg alapvetően több dologra, tehát a működéssel, tehát mondjuk a béreket kell finanszírozni belőle, minden gyermekház 3 főt alkalmaz. Jogszabályok írják le, hogy mik az elvárások a gyermekházakkal kapcsolatban, működési engedéllyel is kell rendelkezzenek. Vehetnek belőle felszereléseket, a gyermekjátékokat, hiszen a gyerekek kezébe ugye a fejlesztő eszközöket kell adni, de hát ezek elkopnak. Élelmiszert vásárolhatnak belőle, mert a gyermekházakban az uzsonnázás is mindennapos, tehát étkezést biztosítanak. Közösségi programokat finanszírozhatnak belőle, mert a jogszabályban előírjuk, hogy ne csak azokat az édesanyákat érjék el, akik bejárnak, hanem az egész közösség számára tudjanak programokat biztosítani, és hát természetesen fűteni kell, vizet kell fizetni, gáz kell fizetni. Főleg ez azért fontos, meg itt azért elég nagy számlájuk is szokott lenni, mert minden biztos kezdett gyerekházban van mosoda. Tehát mosógép, szárítógép mindenhol van, ezt az anyukák bármikor használhatják, mindent ugye ingyenesen használhatnak, tehát a gyermekháznak kell kikalkulálni. Én ott a minisztériumban a kollégákkal
a fejem tetejére is állhatok, bármiféle pályázati útmutatót találhatunk ki, és mindenféle segítséget, útmutatót írhatunk ki, meg pályázatot. Ha erre érdemi, jó pályázatokat nem nyújtanak be, ha nincs vállalkozó szellemű ember, így mondom, mint Gyula, akkor igazából mi nem tudunk változást elérni. Tehát Budapestről, a minisztériumból nem lehet felzárkózást csinálni, ott a lehetőséget lehet megteremteni, nekünk ez a dolgunk. Tehát én, mint szakpolitikus, nekem ez a dolgom, hogy a szakembereket megkérdezzem, és próbáljak jó pályázati lehetőségeket teremteni. De a pályázati lehetőséggel élni már ott kell, ahol erre szükség van, és ezért én tényleg itt is elmondom, hogy nagyon jó példa Gyula, aki a saját közösségében élt ezzel a lehetőséggel, és igenis pályázott, bátor volt, létrehozta a gyerekházat, és ezzel egy óriási segítséget hozott ide a közösségnek. A sajtótájékoztatón dr. Vitány István településünk országgyűlési képviselője elmondta, a biztos kezdett gyerekházak fontos szerepet játszanak a gyerekek fejlődésében, a most megítélt 8,1 millió forint pályázati támogatással pedig tovább nőhet az ellátás színvonala ebben az intézményben is. Úgy gondolom, hogy ez egy jelentős előrelépés a hátrányos helyzetűek segítésében, és sajnos, hogy ebből elég sok jut a bihari térségre a hátrányos helyzetben élőkből. És itt tulajdonképpen kiskortól már tanítják a gyerekeket olyan alapvető együttélési normákra, amit esetleg otthon a családban nem tanul meg. És úgy gondolom, hogy ez egy előiskolája majd a óvodai képzésnek. Ez a kormány családbarát kormány, hiszen minden intézkedése a legapróbbtól a családosokig azt a célt szolgálja, hogy olyan körülmények, teremtsünk, hogy a gyermekvállalása ne legyen egyenlő a szegénység vállalásával. Most én nem akarom felsorolni azokat az intézkedéseket, hiszen mindenki tudja, vagy újságból, televízióból, vagy saját bőrén tapasztalja, hiszen a családosok személyében a visszatérítése, a 25 éven alattiak személyében a mentessége, hogy a legújabb intézkedés, mi szerint a dobot, ha nincs bölcsöde elhelyezésre lehetőség államiba, ahol támogatott, akkor magánbölcsödékbe is be lehet adni a gyereket, és 40 ezer forintig az állam támogatást nyújt a havidíj vonatkozásában. Tehát minden lépés az irányba megy, hogy ez a kormány családbarát, és nem a migránsok betelepítésével próbálja megoldani a népesedés politikáját, hanem magyar családok hát olyan irányú támogatásával, ami arra serkenti őket, hogy nyugodtan, bátran vállaljanak gyermekeket. A pályázati döntést követően a központi költségvetésből támogatásban részesülő gyerekházak a jelenlegihez képest további, mint egy 1000, 3 éves és fiatalabb, hátrányos helyzetű gyermek folyamatos kora gyermekkori és közösségi fejlesztéséhez, szociokulturális hátrányainak enyhítéséhez járulnak hozzá.